legyen ahhoz több dolgokra van szükségünk. Csak egy példát mondom, hogy ez nincs feltöltve szerintem, már most piros. Hogy a védikus írások magyaráznak, hogy ahhoz, hogy valaki tudjon meditálni, ahhoz kell, hogy legyen nyugodt és békés elme. Ugye a meghatározás a joga szutrába, amit írja, az, hogy az ember ott úgy mondja, hogy joga, jogás amúgy, és akkor írja, hogy citta, vritti, nirodha. Gyakorlatilag, hogy mindjárt ezt kibontjunk, és megmutatom, hogy mi lesz az előadásom. Mert a szanszkritul jóga szó, piros nincsen? Nincsen. Jóga, azt mondtam? Meditáció. Szó, az a neve, hogy diána. Ez a meditációt jelent. Itt a barátunk. Júniusban az is az volt, emlékszem. Már gondoltam, hogy nehogy elrontson a táborunkat, és nem lesz. De szerencsére minden rendben van. Oké, akkor mi fogunk ma beszélni nagyon fontos témáról. Másképp nem lehet meditálni. Meg csak egy ilyen relaxáció lesz. De hogyha mi meditáción beszéljünk, akkor első, amit meg kell határozunk, ez a citta vritti. Ez azt jelenti, a citta azt jelenti, hogy tudat, elme. Vritti azt jelenti, hogy hullámzik. Nyugtalan. Stressz, félelem, düh, irítség, traumák, amit vannak bennünk, zárkozottság, és úgy tovább is itt tovább. Ez azt hívják, hogy citta vritti. Nyugtalan, zavarodott. Ugye van is vers, hogy ebbe a korszakba prajena alpályos a szabja. Ebbe a korszakba prana, a prajena alpa ajusa, ajus, az élet hossznak a pránája csökkenve lesz. Ez azt jelenti, hogy rövid életük lesznek az emberek. Aki olvasta a Bibliát, akkor tudjunk, hogy Ádám időszakban 780-800 évig lakták, éltek, 900 évig, emlékszel? És ez nem mes, ez igaz. Ez így is van. De ebbe korba, mivel stressznek a korja, ebben zavarodott, össze keveri a hasznos a haszontalan, jó a rosszal, relatív jó lesz, relatív rossz lesz, ezért jönnek a betegségek, stresszek, és ez minden rövidíti pránát, a csi energiát. Szóval azt rövidíti, és ezért prajena alpájus a szabja, ugye rövid lesz az élet, utána manda, sumanda, matajo, manda, bahyo, pagrita. Ez azt jelenti, hogy zavarodott, sok trauma van, ezért szerencsétlen. Most nagyon szerencsétlenek az emberek.
És a társadalom hatására ember lelki ébredésre lusta lesz. Hol voltam most? Igen, tudom, nem, Kaposváron voltam. Én tudom, mit akarok mondani, ne aggódjátok. Nem, persze én is itt vagyok, de nem annyira, hogy nem is tudom, hogy én most hol vagyok. Várjátok. Jó, Brácsön vagyok. Jó, nyugodtan segítsitek. Szóval nem vagyok kivétel. Most voltam Kaposváron, ott sétáltunk. Csak nézzük, hogy mennyire zavarodott az ember, és össze van keverve. Mentünk, mikor, akkor ott voltak ezek a nagy kukák. Le is fényképeztem direkt. A nagy kukák, és nagyon jó, amit megcsináltak, hogy a kuka körül volt egy ilyen, el volt kerítve fémmel. De mi volt a kukán? A kukán nagyon szépen meg volt csinálva, hát én nem tudok rajzolni, de lényeg, nem virág volt, nem, hanem a templom. Szóval Istennek már nincs helye, csak a kukáknál. Ott van mellett egy pláza, ott, mint egy palota, nem? A plázák úgy néznek, mint palóták. Mindenféle örület, hogy ember felejtsen Istenről, ott van, de Isten már nek a hely a kukánál. Ez azt jelenti, hogy ez a szerencsétlenség, hogy nagyon-nagyon szerencsétlen az emberiség. És ez megcsinálja a város. Ez nem egy egyéni valaki, hanem ez a városok megengednek ezt. Szóval Csitavriti Nirodha. Csitavriti. És most nézzük meg, hogy a védikus írások azt tanítják, hogy meditálni ember képes, amikor teljesen nyugodt és békés az elme, nincsen semmi zavar, nincsen stressz. Hát próbáltok leülni, hát akkor csak stresszen meditáljunk a problémákon, a fájdalmakon, a traumákon, hogyan minket megbántották, vagy valami. Ezért a jóga nem is kezdi ezzel. Mindjárt megnézzünk, hogy a jógában, törünk le, a meditáció hol van, és mi most megbeszélünk, hogy mi hogyan tudjunk helyesen csinálni. Nem kell várjunk, mert jóga azt mondja, a meditáció várja. Mert ahhoz, hogy ember megnyugodjon egy kicsit az elmén, mert meditálni nyugodt kell, akkor ezért van ez a híres szó, hogy Ashtanga Yoga. Ashta azt jelenti, hogy 8. Anga lépcsőfok, vagy fokozat. És a joga azzal kezdődik, hogy van 8 lépcsőfok, és akkor gyorsan megyünk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yama, niyama. Például azzal kezdődik, hogy először rend a külső életben, hogy élsz az életed, rakd össze. Tanuld meg, mi a jó és mi a rossz. És ne a reklámot kövess, hanem ami a valós jó és a rossz. És akkor van 5 jáma, 5 szabály, amit nem szabad csinálni, és 5 szabály, amit kell gyakorolnod. Mert ez elkezdi megnyugtatni az elmét. Összpontosított leszel. Mert vannak erkölcsi és morális elveit. Ez igazából erről van szó.
Egy párod. Itt például ne lopj, ne hazudj, akkor ide tartozik ahimsa, erőszakmentesség, ez azt jelenti vegetariánus lenni, akkor svadhyája, tanulmányoz saját magadról, ki vagyok én, lélek, nem lélek, ki Isten, svadhyája, ez a jogához ez tartozik. Szóval ember követi tiltott dolgokat, például nem lehet mámorító kábítószereket fogyasztani. Akkor szabályozott nemi kapcsolatok legyenek. És így tovább, mindegyikben van. Ez adja képesítést embert, hogy kezdjen gyakorolni ászánát. Ups. Na, ászánát, hogy a jogát akarunk, ugye, akkor kell ezeket gyakorolni. És csak akkor fog jobban működni az ászána. Enélkül is működik, de csak testi szinten. Ezért mi, mint szakértők a jogába, mert mi bhakti jogát gyakorolunk, nálunk professzor szinten, akadémikus szinten vannak személyek a joga tudományába, mi állítjuk, hogyha valaki ezt a kettőt nem gyakorol, ő nem jogát gyakorol. Ez nem joga. Mert jogának van egy jelentősége, azt jelenti, hogy kapcsolat Istennel. De hogyha nincsen tudat bevonva, mert itt kell külsős szabályok keresztül tudatot kezdjünk hozni egyenesbe, akkor ez csak torna, az nem jóga. Amúgy lehet írni jóga, nincsen semmi probléma, csak ember, aki gyakorol, az tudjon, az nem jogázik, tornázik. Mert jóga, ez mély dolog, és pont meg fogunk látni, hogy meditáció mit jelent. Asana utána jön finomabb dolog, pranayama. Prana, ayama. Ayama ez azt jelenti szabályozni, kontrollálni. Mit? Pránát. Az emberi test, hogy az ember, hogyha mi megnézzük, miből áll, akkor van először lélek, de a lélek közvetlenül nem kapcsolódik a testhez, sose. Hanem utána van anyagi finom energiák, ami azt mondják, hogy pránák. Van 10 féle prána, 5 elsődleges, 5 másodlagos. A pránáknak a központja a hridaj, szívbe van, itt a szívünk, és itt van a prána központ. És akkor a lélek a prána keresztül irányítja a szervezetet. Egy példát mondom, mikor valaki, hogy hogyan tudjunk tapasztalni pránán működését a szervezetben. Vagy milyen betegségeket lehet tapasztalni pránával kapcsolatban. Például a prána felelős az érzékenység, a testet érezzünk. Hogy az megzavarodik, akkor nem tudjunk érezni. Az idegrendszer, ami tudósok tanítják, hogy vannak ezek idegszálak, az van, és ők azt mondják, hogy áram folyik benne, ami lehet mondani, hogy így van, de hogy prána, azokban a csövekben, mindenhol, de van csatornák, és a csatornák keresztül van prána. És akkor a lélek itt van, mint a nap egy helyen van. Én most itt állok, nem látom a nap bolygót, de a fénye miatt én mondom, hogy fönt van a nap. Ahhoz nem is fontos, hogy lássam a bolygót. Ugyanúgy mi nem láttunk a lelket, de a lélek, mint a nap beragyogja a hőt,
sugároz, most is lehet érezni a hőt, melegebb van, a fényt, mert ez nem külön a naptól, ugyanúgy a lélek a tudattal beragyogja prána keresztül a szervezetünket. És prána segítségével a tudat, mint a léleknek a ragyogása mindenhova elkerül. Ezért én érzem minden pontot. Szóval és ez a prána, és a prána kontrollálja az egészségünket. Például azért a jó kezünk, tai chi, qigong, ez minden gyakorlat, ami prána szabályoz. És ezért vannak javulás, mert prána kontrollálja a szervezetet, mi ismerünk speciális mozgásokat, vagy légzéseket, mert itt a légzésről van szó, prána ayama, mert lehet testi mozgással pránát befolyásolni, és lehet légzéssel. Mindegyik jó, de a légzés mélyebben hat, sokkal mélyebben hat. Az már mindjárt megbeszéljünk, hogy hogyan. Szóval prána ayama. És amikor jógi gyakorol, és eljön ez a kettő után ászánára, akkor meggyógyul minden betegségtől. Mert ászánák szépen gyógyítják. Hát egy rétegig, mert nekünk mi az a gyógyítás, mitől gyógyul meg? A betegség ez mi? Ez a karma. És mikor karmát égeti el, akkor tűnik meg a betegség. A pránajáma az már mélyebben hat, még mélyebben. És itt nem csak a gyógyítás, hanem élethossz megváltozik. Mert pránajáma kontrollálni pránát, ez azt jelenti, hogy aki kontrollálja a pránát, az kontrollálja a szervezetet, az egész testet. Ez a neve. Ó, piros. Így fekete volt a kezembe, hopp, piros le. Vigyáztok itt velem. Jó, igen, törőjünk. Utána, prána után jön a következő. Pratyahára. Pratyahára. Nem megyek bele, hogy nagyon, nem, most nem akarok igazából joga leckét tartani, és csak kicsit mutatom, meditáció. Hogyha így egyszerűen mondjuk, elvonni tudatot, mert pont itt visszafekel, most a lélek beragyogja, és mi mindent érzünk. Azért halljunk hangokat, mert a tudatunk benne van a fülünkben, a lélek ragyogja oda be. Azért látjuk a formákat, mert itt van a tudatunk. Azért érzünk az illatokat, ízeket, mert tudat ki van terjedve. A pratyahára itt olyan erős tudattal kell, mert amikor beszéltük karmától, ezeket minden fogunk bontani ma, meg a héten. A karma, ez a, ahogy beszéltük, citta vritti, szóval a betegségek, az már a jéghegynek csak a csúcsa, amikor nekünk van betegség. Mert nagy probléma belül van, a csittába, a tudatba, a tudatalatiba, a karma, ami majd nyilvánul még rosszabb, mint rosszabb, és bárhogy tud nyilvánulni. És ez a joga szünteti meg ezt a karmánkat, és akkor nyugszik az elme, és mit jelent, hogy gyenge elme, és erős elme. Ugyanúgy, például, inkább úgy, most nekünk sérülés kapni, nem is kell semmi történjen körülöttünk. Mi már megsérültünk. Nem, nem így néztem rá, igen, nem valaki beszólt a kompon, vagy még valami, annyi sok minden, és mi már kész 3 napig, nyugtatót kell szedni, aludni nem tudjunk, semmi nem tudjuk csinálni. Ez a citta vritti, ez azt jelenti, hogy ember nagyon gyenge. Gyenge a tudat. Nem tud megbocsájtani, mindig rágódik. Ma ezeket is megbeszéljük, mi ez, amin rágódik az ember. És
És így nem lehet meditálni. Itt nem lehet szeretni. Mert azt is megbeszéljük, mi a célja a meditációnak. A meditációnak nem a nyugtatás a célja, ez egy mellékterméke. Na, most, amikor valaki megtisztul idáig, akkor már elég erős a tudat. Ugye beszéltünk akkor a gyenge tudat, gyenge elme, amikor ember nem tud semmit feldolgozni. Azonnal traumákat kap, ő az áldozat, vagy ő a hős, mert ledarál mindenkit, aki az útjába áll. És így tovább. Úgy mondják, van ez az összehasonlítás, mint amikor mi a napfényt este, vagy nem este, hanem sötétítő függőn keresztül leszűrjünk, akkor nagyon gyenge lesz a nap, a fénye. Szóval ugyanúgy nekünk a karma, ezek a traumák, ez minden, annyira leszűri a tudatunkat, hogy mi nagyon gyengék. Fogorvos rendelő, hogyha valaki akar menni, implantátumokat percenként adnak egyet. És erős elme, amikor ugyanazt a napsugarot fogjunk egy nagyítót, összpontosítjunk egy pontra, mi fog csinálni? Tüzet csinál. Szóval nekünk az mi tudatunk, hogyha mi tudjuk, mit kell vele csinálni, nagyon hatalmas és nagyon erős. Mert amit halljunk, hogy vannak a misztikus képességek a jogiknak, az nem az igék miatt van, az elme miatt van. Az elme olyan erős, hogy ő csak mondja, könnyebb a legkönnyebbnél. Van ez a lahima, a siddhi, ugye a levitációs mantra, ő mondja, de lényeg az elme, nem a mantra. Mikor abban ezt mondja, olyan erős, hogy azonnal megváltozik a súlya a szervezetnek, és akkor fel fog lebegni. Igen, és akkor Isten hívők, akik nagyon tiszták, fogjunk itt volna Jézus Krisztus, aki eleve már rendelkezik. Ugye, rendelkezett ezzel, neki nem is kell. Annyira erős az elméje volt, hogy ő nem is kell semmi, csak ment a vízen, vagy keltette halottakat. Ez az elme tisztasága. Mert tiszta elme, erős nagyon. Mi ez a tisztaság, kicsit később megbeszélünk. Ezért itt már ezt csinálja, olyan erős az elméje, még nem teljes mértékben, de hogy képes tudatot elvonni ide. Szóval ezen a szinten ül a jógi, lehet, hogy nyitott szemmel van, vannak a képek, de nem lát. Mert tudat már nincs szemembe, tudat már itt van. Jönnek a hangok, ő nem hall, mert nincs tudat. És itt tovább. Például, amikor valaki eszik. Amikor eszik, és beszélget valakivel, és utána megkérdezik, na milyen volt az ebéd? Finom, finom. De nem tud elmesélni, hogy milyen ízek voltak, mert a tudatot nem szándékosan, de elvonta a nyelvtől a beszélgetésbe. És mivel beszélgetett, ott koncentrált, onnan kapta élményeket, ilyenkor nem tud kapni az evésről az élményeket. És mi ezt nem tudjuk megcsinálni tudatosan, csak így a zavarodottságunk minket irányítja. De itt tudatosan leül valaki, és akkor összevonja. Jó? Utána jön dárana. Koncentráció, meditációra felkészülés. És csak utána jön meditáció, dhyana. Ez a meditáció. Szóval idáig már eléggé jó megnyugodott az ember, és akkor meditál. És amikor ez a meditáció annyira mély, hogy ember több száz évig nem lép ki a meditációból, akkor azt úgy hívják, hogy samadhi.
Szóval, az volt a cél most, hogy megmutassam, hogyha mi meditációról akarunk beszélni, az itt van. Hetedik. Akkor most mit csináljunk? Megyünk haza, következő kompal, mert vége a leckének, a szemináriumnak, mert megértettünk, hogy oké, okay, akkor ez, akkor köszönjük szépen, jó éreztük magunkat, pont ezért jöttünk. Nem, mert az a meditáció, amit mi ajánljunk, az folytassunk, és azt fogunk csinálni, de megbeszéljünk, hogy hogyan mi tudjunk igazán csinálni a meditáció, ami nekünk mostani korba való, és nem kell ezeket átmenni. Mert ez idáig, ha valaki eljön, 400, 500, hát 500-600 év kell hozzá. Mert jóga nagyon nehéz, és nagyon gyenge folyamat. Ezért nagyon sok idő kell. És mi most megbeszéljünk egy normális utat, jó? Töröljünk. És megbeszéljünk, mi a lényeg, mi a célja a meditációnak. Van több célja, persze valaki igen akar megnyugodni, valaki akarja valami mást elérni, de a sásztra, védikus írások, ők mondják, hogy mi mire való. Mert ugyanúgy ezzel a géppel is lehet kalapálni szögeket, nem, teljesen jó, de az Apple cég leírja, hogy valójában mire való ez a dolog. Akkor mi beszéltünk, hogy igen, hogy van citta vritti. Nem tudom már, szerintem egy erre és kettő tével. Ezt törjük le. Citta vritti. Hogy zavarodottak vagyunk. És valójában, hogyha mi... De akkor miért kell megnyugodni? Miért akarunk lenni békések, nyugosak? Mert boldogok legyünk. Oké. Okay. Ki tud mondani, mi a boldogság? Vannak bátran, lehet, csinálunk is ilyen brainstormingot. Soroljunk fel, én írok. Egyes, mi a boldogság? Nyugodt az elme. Oké. Okay. Nagyon jó. Nyugodt elme. Jó, kettes, még? Elégedettség. Elégedett vagyok. Egészség. Szó minden értelmében. Szó minden értelmében. Ez mit írja? Egészség. Jó, oké. Okay. Igen, egészségben van, egészben van. Jó, jó, nagyon jó, oké. Okay. Egészség plusz, akkor ez így. Meg ez, akkor ezzel fogunk tudni, hogy erről van szó. Tudatosság. Négy. Tudatosság. Oké, okay. Van még? Kiegyensúlyozott kapcsolatok. Nagyon jó. Öt. Kiegyensúlyozott kapcsolatok. Szenvedés hiány. Szenvedés hiány. Legyen, ez is boldogság. Hiányzik már a szenvedés, de boldog vagyok. Szenved, hiány. Szeretni és szeretve lenni. Szeretni és szeretve lenni. Lenni.
Jó? Kapcsolat a lélekkel. El. Szerintem így jó, elég lesz, jó? Tudjunk sorolni, nagyon jó, köszönöm szépen. Oké. Okay. Na nézzük meg, tessék? Pont 8. Igen. Oké. Okay. Ha valaki szeret, hogyha valaki szeret, akkor az elme nyugodt. Nem lesz nyugodt. Mert mit jelent, hogy nyugodt elme? Ugye nekünk a citta vritti, ilyen az elme. Amikor a sokszor, ez egy nagyon fontos, sokszor azt gondolják, hogy most nézzünk a meditációnak a hibát, jó? Nem a meditációnak, a félreértést. Sokszor azt gondolják az emberek, hogy a meditáció, amikor a citta, a tudatomnak ez az encefalogramma ilyen. Nem érzek semmit, nem gondolok semmire, üresség van. Nem jó. Nem a természetünk. Hanem most nekünk az elme, hogyha egy kicsit pontosan, így megy most. De a meditáció, de ez a szeretet igazából, azért kell meditálni, hogy képesek legyünk szeretni, ez a fő dolog, az ilyen. Szép. Ezért ez már nyugodt kategória, főleg a negatív dolgok, amikor bármit ér, ahhoz képest az én elmém marad ilyen egyenes, nem zavar meg. Akkor egészség, arról fogok majd beszélni, megnézzük mennyire belefér, hogy a szeretet, majd mindjárt kitérem a fő témára, ez még csak ilyen bemelegedés az egész. Hogy a szeretet, ez a harmonikus gondolatot, és az azt jelenti, hogy nagyon erős, stabil egészség. Ez még nem is egészség. Elégedettség. Igen, elégedettség. Ugyanakkor az egészség. Minden szinten. De amúgy egészség, ez egy jó, hogy pluszt raktunk, mert fordítva kell. Plusz, mondjuk lélek, utána tudat, utána test egészség. Mert hogyha lélek okébe van, akkor, mert innen kezdődik a betegségek. A betegség nem, nincsen olyan, hogy reggel felkeltem, és akkor látom a tükörre cetlit, a test írja nekem cetlit, figyelj ide, mai naptól beteget jelentek. Nem. Szóval nem jó élek az életet, akkor a betegsége megjön nyilvánul finom szinten, és utána csak kivetődik a szervezetre. Ezért mindig innen a lélek vagy a tudat. Az a fontos. Van szeretet, megfelelő tudatban vagyok, és biztos, hogy egészséges leszek. Akkor tudatosság az garantált, ha valaki tudatos lesz. Mi ez a... Mi volt ez? Hát aki szeret, annak nem lehet. Én nem emlékszem, hogy anyukám, aki engem szeretett, nem volt velem kiegyensúlyozott kapcsolatban. Az már automatikus. Ez mi volt? Szenvedés hiány. Ott nem lesz szenvedés hiány, mert mindig aggódsz azért, akit szeretsz. Akkor mondhatjunk, egy ilyen boldogsági aggodalom lesz. Szóval így, de ez a beteges szenvedés, az hiányozni fog, az nem lesz. Ez így van, akkor ezt beszéltünk, és kapcsolatok a lélekkel. Igen, mert igazi szeretet, ez kapcsolat a lélekkel. Szóval látjunk, hogy ez megvan, akkor minden meg lesz. Oké. Okay. És most lesz sok játék. Töröljünk.
Nézzünk az időt. Bírjátok még? Bármikor lehet szólni, hogy hagyjak abba, abba hagyom. Jó? Most még egy kicsit valamit bevezetek, és utána játszunk. Mert sokkal jobban átdolgozunk a témákat. Most meghatározok, még egyszer írom ezt a szót, ez a kult szó. Citta vritti. Ahogy beszéltünk, a hullámok, stressz, aggodalmok. De most próbáljuk értelmezni, ez mi. Mert most egy kicsit mechanikus szinten beszéltünk dolgokra. De most menjünk egy kicsikét beljebb, ez mit jelent. Miért például, mert sokszor, hogyha így mechanik, csita, vriti, akkor elme hullámzik, persze, akkor mindjárt leülök, leülök és csapázok, vagy meditálok, és akkor nem többet megnyugszik az elme. De nem így van. Mert mit jelent, hogy vritti? Na most kezdődik a fő téma, ami nélkül nem fogunk teljesen érteni, mi a meditáció. Jó? A fő téma az, vritti nem más, mint érzelmek. Van zöld? Van zöld. Érzelmek. Mert hogyha csak valamilyen gondolat hullámjai vannak, akkor át lehet kapcsolni. De érzelmekkel nem tudjuk mit csinálni. Észrevettétek? Az nem, ez nem kapcsolós dolog. Ez nagyon mély lenyomatot hagy. Vagy pozitívet, vagy negatívet. Fel kell dolgozni. Fel kell dolgozni. De hogyha olyan könnyű lett volna, akkor nem lenne ennyi problémás ember. Így van. Fel kell dolgozni. És most meg fogunk beszélni, hogy hogyan. Jó? Oké. Okay. Akkor a citta vritti nem más, mint érzelme. Ez azt jelenti, hogy a szeretet az mi? Érzelem. Igen. A kapcsolatok. A kapcsolatok emberek között. Érzelem. Érzelem. Igen. Elégedettség. Az mi? Érzelem. Boldogság, szenvedés, ez mi? Érzelem. Észrevettétek, hogy mi mivel kell, hogy dolgozunk? Érzelmekkel. Gyakorlatilag. Miért? Most azon gondolkodok, hogy először, mielőtt megválaszolom, hogy miért, játszunk. Jó? Hányan vagyunk? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 9, 20, 21, 22. Ki a maték iskolába járt helyettem? Ez nekem jó érzelmet fog okozni. 22, hogy 4-esével. Két ötfős, többi meg négyes. És hány csoport lesz? Öt? Négyszer négy, 16, öt. Öt csoport. Öt csoport. Öt csoport. Öt csoport, akkor... Háromszor négyes csoport, az nagyon jó. Akkor három csoport lesz, ugye? Jó van, köszönöm szépen. Pedig algebráik még ötösen volt, de rég volt. Akkor ő csoport. Rendben, akkor úgy csináljunk, hogy ez az ő, hogy fogunk számolni, hogy mindenki, akire mutatom, mondja a következő számot. Ugye mondjuk a Nóri mondja egy,
akkor 2, és akkor 5-ig. Az 5 után megint 1, 2, és akkor egyesek lesznek 1-esbe, 2-esek 2-esbe, 3-osok 3-osba, 4-esek 4-esbe, 5-ösök 5-ösbe. Igen, Gyuri? Annyit szeretnék, hogy itt pont meg vagyunk 5-en, hogy akkor a 5-ös csoport már megvan a csehekkel, hogy ne legyen. Jó, jó, oké, akkor egy csoport van, akkor 4-re számolunk. 4-re, mert akkor csak 4 csoport maradt nekünk, jó? Oké, 1. És mindenki jegyezze meg. 4. 1. Akkor nem baj, most már 2-en vagyunk. Köszi a támogatást. Akkor 1. 1. Így. Csatlakozik. 3-on vagyunk. Jó, ez az első játék. Először is az első osztálynak a téma ismétlése. Még egy ötös csoport kell. Ja, igen. Akkor a végén lesz az ötös. Akkor 5-öt kell? Akkor te lehetsz 5, és akkor még lesz 2-4-es csoport. És akkor de ők már 5-ön nincsenek. Figyeljetek, én azt hittem, én jövök és megnyújtatom benneteket, de engem zavarba hoztok itt, de már nem vagyok hiteles. Mi? Jó. Jó. Egy. Nem marad, csak többen lesznek a négyesek, mint a hármasok. Csenge. Három. Te is iskolába jártál, mint én? Három. Jó, igen. Négy. Jó, nagyon. Nagyon jó. Figyeljetek, ezt le kell fényképezni. Jó, egy, kettő, egy. Akkor csak egy plusz van. Ez nem baj. Azért kellett 2 ötös csoport és 3 darab 4-es csoport. Ők 5-en lesznek a végén. Egyesek és a csehek vannak. Jó. Akkor nem baj. Akkor így. Akkor úgyis így lesz, nem? Végül. Akkor egyesek itt. Kettesek. Kettes ott. Hármas itt. Négyes. Hogyha nem fáztok a napon. Egy, kettő, három, négy, és akkor csehek ott maradnak 5-ön. Nagyon kemény feladat lesz, figyeljétek! Négyesek, egyes ide, te egyes vagy. Oké, egyes, megvan a kettes, akkor 5-en lettetek? Jó, nagyon jó. Persze, persze. Kettes, Cseszki. Ki a hárman? Már most 2-en vagyok. Valaki... Akkor ide. Akkor velökös napra. Igen, csak ők nyelvük miatt, nyelvük miatt együtt maradnak, a praktikusok. Ti hárman vagytok? Hát akkor rád megyek, és akkor ők igen. Jó, oké. Figyelem, figyelem. A feladat. Lehet, ha valakinek nyugtatót kell szedni a feladathoz. Jó? Mert most nagyon kicsit kemény lesz a feladat, felkészítem mindenkit, de nagyon rendkívül fontos, hogy
megértsünk és haladjunk a mi meditációs témán. Ezért minden csoportba nem jelölünk ki, hanem önkéntes kell, akit feláldozzunk, nem halálra, arra, hogy ez, hogy hívják magyarul, experiment? Kísérlet. Most ez a feladat, ez egy kísérlet most lesz, jó? Fogunk adni egy időt, és valaki egy, aki ott van, mindenki kell, hogy nagyon kemény legyen vele. Persze a lexikont használjunk a megengedett belül, nem kell káromkodni, de próbálni lekezülő lenni vele, negatív lenni vele, udvariatlan lenni vele, jó? A másiknak nem ez a feladat, hogy most ő megjátsza a szent embert, és akkor szépen reagál, hanem egy kicsit természetesebb legyen, hogy amit elindul, csak remélem verekedés nem lesz. De ez egy fontos dolog, hogy próbáljunk, most először adunk 3 percet, majd megnézzük lehet, hogy 5, hogy próbáljunk 5 központba ülni, és akkor mindenki sorba valahogyan szidja meg őt. Jó? Mondja valami. Hát te senki vagy, mit jöttél ide? Te mit képzelsz, hogy te itt jobb vagy nálam? Mit keresel itt? De aki úgy ér, de csak... Liu, lehet, hogy csak 2 perc legyen. Oké. Okay. Mehet. Tessék? Nehéz? Erőltessünk. De most csak a kísérlet. Mert majd mi fogunk beszélni, hogy azok, akik ebben a helyzetben voltak, ők majd tőlük majd kérdezünk pár dolgot. De mi a rossz? Mondani? Hát például, mit keresel itt? Te azt hiszel, hogy jobb vagy nálam? Hogy figyelj, mert te milyen vagy jöttél? Menj, csuk be magát ott a szobán, ne is láss, bár valami. Ilyen kicsit szemét lenni. Lenéző, lekezelő szemét. Ez a... Bántani nem szabad. Mint hogyha sértegetni kellene. Oké. 3 perc. Kicsi timerne 3 minúti. Erültes. Oké. Letelt az idő. Köszönjük szépen. Hát úgy látom, kicsit kudarcba ment az egész kísérlet. Az helyett, hogy szomorú legyenek, mindenki csak egyre vidámabb. Én belül sírok, belül. Látszik rajtad, látszik. Nem tudsz eltitkolni annyira. Annyira megy ez a sírás. Oké, hát szerintem nem is kell. Jó, mit, te voltál az áldozat? Jó van, oké. Nem sikerült. Nem baj, jó ez így. De valaki, ki volt még áldozat? De, aha, igen. Volt valami érzés, ami nem. Jó, oké. Okay. Ott nálatok ki volt? Gyuri, neked mi volt? Röhögtétek, szóval semmi. Fura volt, mert nem sikerült. Ezt nem tudtam magamra venni. Szóval. Nem tudtam. Én hamar meg tudnék értődni, de ez most a helyzet volt. Jó. Igen, nálatok? Nekem nagyon rosszul esett, hogy nem tudom megjavítani az autót, ami nincs.
Ezt mondták neked? Szóval el kell menni pszichiáterhez. Viszont lenne neked még egy, tehát hogy olyan, én kicsit olyan azt éreztem, hogy amikor sértő dolgokat kellett mondanom, hogy mint bennem is lenne egy sértődés, és azt mondtam tovább. Kicsit ez volt az én érzésem, hogy az jó. A sértődésségből kiabálom le a másikat. Nagyon jó, ez nagyon jó, mert ez a két oldalú bot. Mert akinek nincsen sérülése, az nem fog sérteni másokat. Csak sérült ember sérti másokat. Ez nagyon jó észrevétel, nagyon jó. Még nálatok? Nálatok volt-e valami? Nekem voltak azért ilyen szorultabb helyzetek, amiket megértem, de összességében jól jöttem ki belőle. De mi volt az érzés? Oké, mikor volt valami? Hát, hogy meg kell védenem magam, mert támadnak, és védekeznem kell, mert nem hagyhatom úgy, hogy azt gondolják rólam, amit mondanak. Nagyon jó. Igen. Meg, hogy nincs igazok. Nincs igazok. Nagyon jó. Az egészben az volt nekem a tervem, ami nem sikerült. De utána most van egy úgyis következő lépés. Lehet, hogy most nem mondom, mi kell, hogy legyen, hanem most csinálok egy ilyen vezetett dolgot. Mondom dolgokat, és próbáljunk átélni belül. Jó, és utána beszéljük meg. Még igazából azt akartam elérni, az, aki áldozott, hogy mit fog átélni, de nem sikerült. Átélte, szétnevette magát. Ez is élmény. Ez is jó. De most próbáljuk meg egy ilyen következőket elképzelni. Lehet nyitott szemmel, lehet csukott szemmel. Megérkeztünk a saját csoportokhoz, ahol mindig vagyunk valakikkel együtt. Nem muszáj család, lehet család, de lehet, hogy ne legyen most családtagok, hanem valamilyen csoport. Lehet, hogy nehogy valami probléma legyen utána, mert inkább meditáljunk az osztályra, mi iskolában voltunk, van egy osztályunk, ahol mindenkit ismerünk. És most képzeljünk el, jöttünk az osztályba, iskolába, és megyünk köszönni az ismerősökhez, osztálytársakhoz, de ők, valaki elkezd ignorálni engem, valaki kinevet, valaki csúnyát mond, és akkor próbálják elképzelni, hogy szidnak, elkezdenek, és ez csak így megy, és csak egyre jobban szidnak minket, és csúnyákat mondanak, és mit képzelsz magadról, ki vagy te, amúgy miért jöttél ide, utálok téged, akkor másik mondja valami, nézzétek rá, hogy néz ki az ember, ez hihetetlen, akkor a negyedik a saját hibákat ránk vetíti, hogy mi vagyunk ilyenek, meg olyanak. És próbáljuk meg ez egy kicsit beleélni magunkat érzelmileg egy ilyen csoportba, vagy akár munkahelyen, mindegy az, hogy hogyan ilyen, és akkor utána valaki megkéri, hogy jó, akkor te most ezekkel az emberekkel szervezd meg valami programot, hogy valamit csinálj el együtt. Akkor általában, amikor negatív kapcsolatba lép valaki velünk, akkor olyan érzés van, hogy romlik vele a kapcsolat. Ugye, és mi nem tudjunk mondani, hát én szívesen bármit megcsinálom, csak nem velük együtt. Ugye, elromlik a kapcsolat. Ez mit jelent? Amikor a negatív társaságban vagyunk, akkor ez a negatív citta vritti, ezek a traumák, mint negatív anyagi, úgy mondják, anyagi negatív érzelmek legyengíti minket. És mi történik velünk?
Védikus írások azt mondják, hogy a szív így összezsugorodik. Ember bezárkozik. Már nem tud kapcsolatot, és nem fog tudni érzelmileg viszonyulni emberekkel. Ez történik. Leblokkol. Igen, igen. Ezek a negatív érzelmek azt csinálják, hogy szűkíti a tudatot. Nem lesz kreatív. Nem tud kibontakozni. Nem tud magát megvalósítani. És így tovább, és így tovább. Szóval befeszült, feszült lesz. Az egész szervezet, de az elméből jön. Az érzelmekből. És most akkor a téma nekünk a meditáció, de ilyen szívvel hogy lehet rásegíteni, hogy ez a meditáció hatékony legyen. Mert ilyen szívvel nagyon nehéz meditálni igazán, igazi, eredeti meditációt végezni. Kell segítség, hogy ezt a szív, ezek az érzelmek, amik befeszítenek, leblokkolják minket, segítsen kinyitni a szívnek, mert pozitív emóciók, érzelmek nyitják a szívünket. Ezért a második rész lett volna a kísérletünkben, hogy mindenki elkezd dicsérni azt az embert, mondani, milyen jó ember, és így, és így. És akkor ő belül fog érezni, fú, hogy van egy ilyen bizalom kapcsolat, és velük nagyon nagy élmény együtt valamit csinálni. Egy jó élmény lenni egy ilyen társaságban, és együtt valamilyen, nem tudom, projektet elindítani. Szóval pozitív, nyitja a szívet. És minél kicsinyebb, minél jobban zárva a szív, annál sérülékenyebb kezd lenni. Észrevettétek, hogy olyan embernek nem kell sokat mondani. Rögtön megsértődött, befeszül még jobban, kiabál, sír, és így tovább. A nagy szívű embert nem lehet megsérteni. Miért? Mert itt emiatt a zsufolt, a tudat, a csitta, minden, akkor keletkezik egy hiányérzet, hogy nekem nincsen ez a teliteltségem, a szeretettem nincs, és ezért valaki rápirított, nekem már most hiányérzet van, és még mondja, hogy ilyen hiányságot van, az engem még jobban kizakkan, ugye? Kizökken. Még jobban, és még jobban. Szóval itt nagyon egyszerű. Akinek van pozitív érzelmei, akkor neki teliteltség, és neki nem zavar, hogy valaki bármi negatívat mond neki, nem probléma. A híres példa az a Jézus Krisztus, ugye? Ott volt nagy szív, szeretet. Megverték, keresztre feszítették, semmi traumát nem kapott. Csak szomorú volt, hogy nem tudnak, mit tesznek. Nem tudta neki segíteni. Ezért szomorú volt, hogy eljött, hogy segítsen nekik, de nem tudta. De úgy maga irány nem kapta traumát. Ugye nem mondta a kereszten Istennek, most akkor figyelj, most ezt segíts feldolgozni, miért velem ez történt. Nem volt ilyen, hanem egyáltalán nem volt semmi trauma. Na ez a. És a igazi meditáció, Ez a lényeg. Pozitív érzelmek. Szóval megint meditáció, nem megnyugodni is nulla legyen az érzelmek, hanem ez. Miért kell ez? Miért kell, hogy miért nem ez? Mert lehet elővetést mondani, de miért kell nekünk valami legyen ilyen? Végül ez is érzelmek, ez is hullámok. Miért nem csináljunk egy ilyen, hogy nyírodha, hogy semmi érzelem nem legyen. Nem ez az igazi? Nem ezt tanítják igazából a jógik? Valakik ezt tanítják. De mi most, én nem fogok most meggyőzni senkit, mi a jobb. Megbeszéljünk veletek, hogy mi kik vagyunk,
És mindenki fog eldönteni, hogy mi a jobb, ha legyen pozitív szeretetérzelmek, vagy végül az embereknek a fő feladata semmi érzelem ne legyen. Jó? Nézzük meg. Bírjátok még? Jó. Oké. Marad, maradjon. Bhagavad Gita, mást, védikus írást, amikor adja leírás élőlényről, mert mi élőlények vagyunk, ki azt gondolja magáról, hogy ő halott lény? Senki se gondolja, ami élőlények vagyunk. És az élőlénynek meghatározása, ti már ezt gondolom hallottátok, hogy átma. Lélek, magyarul, lélek, átma. És hát sokan azt mondják, ó, persze, tudom, van, nekem is van lelkem, amikor meghalok, akkor lelkem kiszáll, ugye? Igen? Nem igen. Nem igen. Igen, nem. Mert ez azt jelenti, hogyha nekem van lelkem, mikor meghalok, lelkem kiszáll, akkor nekem vége. Mert én vagyok ez a test, és ez a test megszületett, el fog sorvadni, meg fog halni, akkor többet nem létezek. A helyes megértés, hogy lélek egyenlő én. Ez én vagyok a lélek. Mert mikor rajtam most van ruha, itt leraktam a pulcsimat, akkor én most fogtam maga, én lerakom magamat, én vagyok ott, és ez, én nem vagyok ez a ruha, ugye? Én nem vagyok az a pulcsi, ez a ruha, ugyan a lélek nem test. Ez egy ruha a léleknek. És mert, hát nézzük meg, mi a különbség az élőtest és a halott test között? Hát élőtestnek nem mindegy, hogy hol van, mit eszik, hogy ne bántsanak. Ugye, hogyha valaki élő emberhez odajön és próbálni szikivel, mondja, de gyere, kicsikét megigazítom a szemnek a... Akkor ők ellenkezni fog, várjál, nem kértem. De egy a halott testnek mindegy, nem fog semmi. Oda megyek, azt csinálom, én akarok vele. Mert ez egy ruha. Miért így van? Ugye? Mert az én, az átma, miből áll? Szat, csit, ananda. Na most újdonság. Ezek a három tulajdonsága a léleknek, örökké létező. De mit jelent, hogy létezek? Ez egy érzelem. Én érzem, én érzelek, hogy én vagyok, én létezem, én vagyok. Amikor kicsi testben voltam, nekem már nem az a test volt, mint most, hanem teljesen más test, nem volt? De akkor ez nem ő volt, amikor mi mutassunk a mi fényképeket, a mi barátunknak, mikor kicsi gyerekek voltak óvodában, akkor nem úgy mondjuk magukról ő, mert nem így néz ki, mint én most, hanem ez én voltam. Miért? Mert nem az a lényeg, hogy hogy néz ki, hanem ami ott történt, és az az élmény, ami ott volt, az én kaptam. Igen? Ez a lélek. Én vagyok. Én létezek, ez egy érzelem. Érzelem. Köszi. Csit, ez a C betű. Csit, az azt jelenti tudat, vagy tudás. Én tudom, mit tudom, amit érzem, azt tudom. Így van. Igen, ez megint érzelem, írhatunk.
Érzelem. Nem, mint ez a lényeg, hogy mindegyik ide. És az is érzem. Igen. Mert a tudás, az kell, hogy legyen megvalósított. De megvalósított tudás, ez azt jelenti, hogy én érzem ezt a dolgot. Mint mikor mi tanultunk autót vezetni. Hú, azt hittem, sose fogok megtanulni. Jó, 11 éves voltam persze. Hogy egyszerre, három pedál, még akkor ugye nem volt automata, két tükör, irányjelző, még ezt is. Három tükör. És egyszer ez mindent. És de utána én megtanultam elméletileg. De még nem ment a gyakorlatba. Kellett megvalósítás. És mikor gyakoroltam, akkor már éreztem, ugye? Éreztem, hogy hogy kell adni gázt és engedni a kuplungot. Éreztem autónak a méretét, hogy beleférjek, vagy nem férjek be. Szóval ez a tudás, tudat, ez is egy érzelem. A szó ananda, ez a léleknek a harmadik jellemzője, azt jelenti, hogy boldogság. És ez mi? Érzelem. Írjuk. Végkövetkeztetés. Mi lelkek vagyunk, akkor kik vagyunk mi? Érzelmi lények. Semmi más nincs, csak érzelem. Erről van szó. Az anyagi érzelmek, amit itt vagyunk ebben mostani világban, zárják a szívünket, betegségeket, agressziót, háborút, fájdalom, traumákat, ezt a szép csokrot nekünk okoznak. A lelki érzelmek, ami a szinkronban van, ami természetünkkel, nyitják a szívünket, megszüntetnek mindenféle beteg érzelmeket, traumákat, sértődéseket, sérülékenységünket, és így tovább, és így tovább. És a jóga, az a lényeg, a jógának a cél, hogy ezt minden harmóniába hozzon, a mi eredetünket, mi legyünk mik. És ez hogyan érünk el, hogy a jógának, ahogy beszéltünk már előzetesen, ezt csukjunk be, a jógának beszéltünk, hogy kapcsolat, szó jóga, jóga, azt jelenti, hogy kapcsolat, Istennel, de ez a szó kapcsolat igazából ez egy kód. Mert nem kapcsolat ki kell cserélni, hanem mi a kapcsolja Istennel valakit? Anyát a fiával mi kapcsol össze? Ez a szeretet. Szóval jóga, ez azt jelenti felébreszteni szeretetet, Isten irányt, és ez a kapcsolat. Mert mikor ez megvan, akkor azonnal beáll mindenkivel, minden élőlénnyel egészséges érzelmi kapcsolat, ami szeretet. Igazából ez a jóga. És a meditációnak ez a lényege, mert jógának a meditáció egy része. És mi fogunk meditálni, hogy beszéltünk ma este, holnap, de most fogunk arról beszélni, hogy mi az, ami nekünk segít ehhez a meditációhoz. De bírjátok még? Mindenki? Szomjas. Van itt nekünk pohár, ki tud segíteni? Pohár, víz. Víz van, csak pohár kellene. Nem, ami tele van, az nem volt használva. Jó. Jó, köszönöm. Az jó, nem cukros. Oké. Ma akkor a fő lesz,
hogy egy kicsit erről fogunk beszélni még, az érzelmeknek a természetéről, mivel mik vagyunk azok. És de most egy mély titok. Miért mi vagyunk érzelmek, érzelmi lények? Ki tud mondani? Miért mi vagyunk ilyenek? Ha? Unalmas lenne minden. Nagyon jó. Ez jó válasz. De valakinek így vagyunk teremtve. Szuper jó válasz. Miért? Valakinek a képére vagyunk. Kinek a képére vagyunk teremtve? Istennek. És Istennek az a természete. Ő is egy érzelmi. Ő a felső lélek, ő abszolút. És mivel ő, úgy szokták mondani, Isten a szeretet, ki már hallotta. Ez minden vallásos tradícióban mondják. Isten a szeretet. Akkor legyen egy rövid szünet, nyugodtan. Történik az egyik út ez a elektromágneses úton, a másik pedig kémiai úton. És akkor ennyi, azt mondják, ne aggódjatok, kedves emberek, az érzelmek, ez csak egy illúzió. Ez nem létezik, ez csak vegyelemeknek valami. Ne foglalkozunk. Ezért nem baj, hogyha megülünk embereket, és akkor érzel, ami most nektek volt, nem volt jó érzelem, rosszat mondani. Akkor erre kell, hogy mondjon egy, mondjuk Engels, ismertek ilyen ismert ember? Friedrich Engels. Akkor ő kell, hogy mondjon, ez egy illúzió. Mert te egy vegy kombináció vagy, ő is, lehet szidni, hát sem. Ez csak illúzió, te érzel valamit. Nem probléma. Akkor most, hogyha van háború, le kell bombázni egy országot, sem, ez egy, ne legyünk már illúzióban, nem léteznek érzelmek. Vagy lehet megenni állatokat, megülni, hát helyes. Amilyen most így is csinálják, ugye vannak a vágó hídok, akkor van ezek a hús nagy, ezeket a hogy polcok, vagy üzemek, meg a boltban mi ez, hogy hívják? Pultok, hetes pultok, persze, mert ezt nézd meg, hát ott van ez a darab, az mi? Hát vegyszerből van az egész hús, és ő nem érezte semmit, mikor megültél, és sem, és agresszív valamit, ez egy érzelem, ez egy illúzió. Szóval ez a probléma, ebből káosz keletkezik, ami most, ahogy élünk, a káoszban. És akkor meg azt mondják, igen, akkor a vegyi elemekből áll az életünk, az élet, ez... Mi, mint jelent amúgy az élet, hogyha mi vagyunk a vegyi kombináció vegyszereknek, akkor a bizonyos kombinációnak, kémiai reakcióra úgy néz ki, hogy van tudatunk. Jó, de hát akkor mi megkérdezhetünk tudósokat. Jó, akkor itt van egy, meghalt, most halt meg, most, egy perc. Milyen vegy elem hiányzik benne? Hát ilyen olyan. Jó, akkor neked adunk egy kamion ilyen vegyszert, fecskedőz be, kercs életre. Nem fog tudni, mert lélek nem egy vegy dolog. Ő egy, pont ez a én vagyok, létező, valós lény. Mert mi létező lények vagyunk, valósok vagyunk. A test nem, és a lelket nem tudjuk visszafecskedőzni. Ez történik az emberrel, hogy akkor... De, ahogy mivel Isten, ő maga a érzelem, ezért ahhoz, hogy legyen szeretet kapcsolat, mert mondják, hogy Isten szeretet, jó, de a szeretet mikor ízlelhető? Például, mondjuk van az anyuka, és van a gyereke. És természetesen anyukában ott van a szeretet.
De hol van ez a szeretet? Az anya és a gyerek között hol van a szeretet? A gyerekbe, aki a szeretet tárgya, vagy anya szívébe, aki a szeretet hordozó? Hol van ez a szeretet? Mindkettőbe. Ez egy energia, nincs határa, kettő között. A szeretet ott van, ahol van a viszony kettő között. Mert aki anya, aki szeret, gyereket nem tud így ülni otthon. Meditálok. Anya, éhes vagyok. Szeretlek. Anya, fázok. Szeretlek. Te fázol, ez csak illúzió. Ez csak a vegyi elemeknek a reakciója. Nem ezt csinál, hanem a szeretet azonnal cselekvés. Igen? Azonnal megy, főz neki, és gondolja, nagy-nagy szeretettel főz, nem tud. Érzelmek, mert mindjárt ezt fogok nézni, hogy a cselekvés nincsen, csak úgy cselekszünk. Mindig az érzelem az cselekvésre minket aktiválja. És ezért, mivel anyának van ez a szeretete, ezért ő bizonyos módon cselekszik. Boldogá akarja tenni a gyerekét. Mert mikor ő látja, hogy ő boldog, akkor anya... Ne. Sokkal boldogabb. Igen. És ezért Isten, most visszamegyünk, ez egy példa volt, hogy tudjunk érteni a magas dolgokat, mivel Isten ő is egy szeretet, de ő se tud ülni egyedül, és akkor szeretetet élvezni. Nem lehet. Ahhoz, hogy ez a szeretet legyen ízlelve, úgy szokták mondani, ahhoz ő megteremtette lelkeket, minket. Hogy ő szeretetet nyilvánuljon felénk, hogy ő gondoskodik rólunk, és mi kapcsolatban vele ugyanúgy nyilvánuljunk a szeretetet. És azt jelenti, hogy sokkal boldogabb lehetünk mi, mikor mi Istent szeretjünk, mint mikor csináljunk, mint ő, aki kap tőlünk. Mint a megint a gyerek és az anyuka. Amikor megfőzte a gyereknek, és gyerek eszik, és anya ott ül, és nézi, hogyan eszik a kedves gyereke, a szíve talán megolvad. Szóval nagyobb érzés van, nagyobb élmény, mint a gyereknek, aki eszik. Kinek volt ilyen? Jó, akkor ideig nem hazudtunk. Oké, rendben. Ezért nem kémiai reakció, maga Isten az érzelem. Az egész világ csak érzelmekről van szó, és van két fajta, ami már említettem többször az érzelmeknek. Van az anyagi. És van lelki. Jó, ez a fontos. Például fogunk meditálni Hare Krishna mantra segítségével. Hare Krishna mantranak a lényege pont nem, hogy te kikapcsolni valami alfa, beta, nem tudom, valahol kerülni, nem tudjunk hova, nem tudja, hogy jöjjünk vissza, mert már annyira olyan dimenzióba kerültünk, hogy már nem eltévedtünk, mert melyik a visszaút. Nem, ez a hangvibráció, majd fogunk erről beszélni, amikor valamelyik nap, most csak egy kicsit előre. A hangvibráció, ami maga tartalmaz magába a szeretetet, az a meditáció, az lesz a lelki, és az fog csökkenteni szépen, azért is mondja, karmát égeti a mantra. Mert ezek az érzelmek, az mindjárt is fogunk beszélni veletek, ez sokszor a karmából jön.
És utána jönnek a testi dolgok, betegséged, vagy valami. És már, és a mantra pozitív, mert vannak anyagi érzelmek, ez minden, ami negatív. Minden, ami pozitív, de ez meg van határozva, mi az, az minden lelki kategóriához tartozik. Oké. Okay. Azt csináljuk, hogy még egy 20 percet beszélek. Bírjátok még? Jó. Keveset beszélek, mert hogyha lenne kérdések, akkor meg fogok állni, legyen időnk kérdezni, jó? Megint az én szemszög mindig, nem az a lényeg, hogy leterheljek mindenkit, és agyrázkodások okozok az információ mennyiségével, hanem inkább kevesebbet megyünk, de hasznos legyen, és megegyezünk, hogy tudjunk gyakorlatba használni. Ez minden nagyon gyakorlatos. Egyébként, valaki, mert most mi egy kicsit más irányba megyünk, de lesz egy ilyen, az nem is tudom, hogy hány, 5, 6, 7, 8 előadásból lehet, sok. Szóval, hogyha valaki szeretne, ez egy önismeret, mert mi lelkek vagyunk, és érzelmi lények. És hogyha én megértem, hogy én hogyan működök, akkor tudom, hogy mi a megoldás. És miért. Oké. Okay. Megyünk tovább, akkor anyagi, lelki érzelmek, és akkor következő, amit fogunk beszélni veletek. Hogyha mi megnézzünk az emberi, bármilyen várost, világ, falut, családot, semmi másból nem áll napi, hogy nem is kell mondani életi, napi cselekvés, mint érzelmek gyűjtése. Nem? Miért megy valaki moziba? Kapjon jó érzelmeket. Miért megy valaki dolgozni? Kapja a negatív érzelmet. De ezzel az reménnyel, majd amikor fizetés kapok, akkor jó érzelmek lesznek. Nem most. Amikor százszoros lesz a gáz, meg a villany. De nem, de hogyha nekünk itt rendbe rakjunk az érzelmeket, itt bárhogyan nem fognak nekünk itt satúba minket itt, hogy hívják, mi nem leszünk depresszióban. Mert Németországban emberek már nagyon. De ezek a témák rendbe hoznak minket, úgy, hogy bármi körülötte történik, a belső érzelmeket nem érinti. Van egy jó, itt van a tenger, van egy jó rá példa, hogy nyitott szív, az azt jelenti, lelki érzelmekkel teli, olyan, mint egy óceán. Az óceánban percenként ezer-ezer folyónak a víze torkolik bele. Tonna-tonna vizek. De az óceán sose ömlik a partra. Ugyanakkor, hogyha most ebbe pohárba elkezdjünk önteni vizet, azonnal kiömlik. Ezért ez a kultúra, amiben mi itt élünk világban, kicsiny is szívet eredményez nekünk. Ezért nem kell sok, hogy kiömülő cunami legyen nálunk a szívünkbe. Ezek a citta vritti. Itt ez a lényeg. És akkor a lelki érzelmek, akkor ez az óceán. Ezért ezek a dolgok, a téma ellenállás, és nem csak ellenállás, vakcínam, ugye, Covid ellen, mondjuk a világban összeomlási Covid, ami történik, hanem teljesen egészséges, normális, szeretett érzelmek lesznek, és semmi kizakkanás nem lesz ebből, bármi történik itt, ilyen összeomlás, olyan összeomlás, meg ilyen-olyan, maximum lesz együttérzés, mert másokat fogunk szeretni, és másik élőlény szenvedés iránt mindig lesz együttérzés. De ez egy jó negatív érzés, mert ez egy pozitív,
mikor együtt érzünk másokkal. Szóval itt ez a praktikusága, és ez az igazi meditáció. Szóval meditáció, mert hogyha mi, amit mi gyakorolunk, ugye ez a bhakti yoga. És benne van a meditáció, amit csináljuk, a mantra meditáció. A bhakti két fő fordítása van. Az egyik, ez az odaadó szolgálat, például az anyuka, aki szereti a gyereket, ő odaadóan szolgálja a gyereket. Igen? Szóval odaadó szolgálat. Ő csak tenni akar tenni, és kis csecsemő, ott nem tudom, 3 óránként kell szoptatni, akkor nem alszik egész éjszaka, és lehet, hogy most fáj is neki valami, és ez történik, és az, de nem lehet ott a kis gyermekem, akkor kell szoptatni, kell ez, kell almaz, és nagyon-nagyon odaadó szolgál. De mivel? Mert van ez a szeretet, ami erre indítja. Ezért a bhakti másik jelentősége szeretetnek a jogája. Szóval ez a fő ugye, gyakorlat. És ez azt jelenti, hogy a bhakti yoga, meditáció, az nem akkor történik, amikor valaki leül és meditál. Hanem ez az egész napos meditáció. Amikor megyünk, beszéljük másokkal, mindig megy egy meditáció. Szóval, és ez a művészet. Mert mi sokszor azt gondoljuk, az a jó meditáció, mikor valaki annak a hegynek a csúcsára felmászik, és akkor ott leül, és akkor egyedül van, meditál. Az gyenge. A legjobb ez, mikor én jelen vagyok, most itt kapcsolatban vagyok, és így élek egy meditációt. Ez a igazi meditáció. És ehhez kellenek ezek a, kell ez a tudat, tudás. Mert ahogy mi ma elkezdtünk ezt a témát, mi már beléptünk meditációba. Mert úgy hívják, hogy van upasana, dhyana. Amikor követek, vezetett meditáció. Most beszéljünk, megyünk, érzelmek, lélek. Mi most meditálunk igazából. Vezetett. Én vezetem mindenkinek az elmét, hogy mire most fókuszálják, koncentrálják, és mi most meditálunk. És lehet majd lehet érezni, hogy változik egy kicsit a külső világnak a érzékelése is. Ez nem jelenti, hogy most elfeledtek, hogy jól vagyok. Nem erről van szó, de egy kicsit más szemszög kezd nyilvánulni. Oké. Megyünk tovább. Még egy-két perc, hogyha még bírjátok. És mivel élőlények akarnak mindig érzelmeket, és igen, és az anyagi életté élő ember is meditációban van, mert megint meditáció, azok érzelmek. És beszéltünk, hogy valaki elmegy moziba, hogy érzelmeket szerezzek, miért akarja valaki egy lány, egy fiúval kapcsolatban lenni, átélni akarja ennek a kapcsolatnak az érzelmeket. A gyereket miért akarják? Mert ezt az érzelmet akarnak átélni. Miért megy valaki finom étterembe enni? Mert hogyha nem kell ebből érzelem, akkor mindegy, mit teszel, keverd össze. Például van ilyen dietológia, nem tudom magyarul, hogy hívják, de a lényeg, hogy elkülönülve enni. A fehérje a fehérjével, akkor olajossal, vagy magvakukkal, gabona gabonával nem lehet keverni. De hogyha szigorúan mondjuk, hogyha valaki fehérjét akar enni fehérjével, akkor ez egy protein, ez egy ízetlen por, olyan, mint a falról lekaparjunk azt a dolgot, és eszünk.
De mégse esznek így, mert az a szigorú diéta, hogyha nem keverünk össze. Miért? Mert azért, mert az egyik lúgos, másik savas, és hogyha egyszer eszel savast és a lúgost, ki járt iskolába, kémia óra, mi lesz, amikor sav és a lúg találkozik? Ötös. Ezért, hogyha te eszel olyan, ami savas és a lúgos, az semlegesíti a savat a gyomorba egymás, és nem tudsz felszívódni, nem fog felemészteni, blablabla, és nem igaz. Mert nekünk fontos, hogy étel legyen ízletes. Mit jelent, hogy ízletes? Pozitív érzelem. Mikor pozitív érzelem, nyílik a szívem, nyílik a gyomrom, keletkezik normális sav, és minden lúgos, savas, nem számít, mert az érzelemek erősek, és megemésztők, és egészséges lesz. Ki már evett, ami nem szeret, ami negatív érzelem? Ezt mondja ember, még egy 3 napig meg fogok halni tőle, és meg fogok halni, mert annyira negatív érzelem. És ez a lényeg. És ezért emberek, lények érzelmekből állnak, és keresnek érzelmeket, és néha extrém kell. Valakinek, hogy kikapcsolódjon a stresszes munkától, le kell ugrani ejtőernyővel. Ugye, valaki elmegy ezekre a vidám parkokba, ahol ilyen halálfélelem közeli érzelmeket kap, akkor neki az a kikapcsolódás. Valaki a orosz rulettet játszik, az kikapcsolódik, tudjátok, berakja egy golyót, megtekeri a dobot, és neki ez a jó, hogy extrém. Valaki, nem tudom, a felhőkarcoló szélén akar így átsétálni, mert ez egy érzelem, adrenalin. Ezt emberek ebből, ez mindig keresik, mindenki keres valamilyen érzelmeket, és ez a lényeg. Aztán valakik mondja, hát ne, de csak nők, férfiak annyira nem. De, hát férfi ugyanolyan lélek, csak férfiak hazudni szokták, hogy ők nem érzelmi, ők logikusan, de hogy is logikusan. Ez csak egy takarozás. Néha egy kicsikit tudnak visszatartani, de ebben a világban néha a nők jobban tudnak kontrollálni érzelmi, mint a férfiak. Igen? Nevelés. Nevelés nagyon sokat számít, 80% múlt élet számít sokszor, mert mi hozzuk magunkkal, mert mindjárt ezeket, vagy már holnap, megbeszéljük, hogy hogyan én alakulok ki, mint egy személyiség. Az is fontos, hogy hogyan alakulok ki. De igen, a nevelés ez fontos. És ezért van ez a félreértés, hogy akik a jóga, amit beszéltünk elején, hogy azt mondják, hogy a legjobb meditáció az, mikor semmi nincsen gondolat, mert azt mondják, a lelki, van két amúgy szélsőség lelki iskola. Az egyik, akik azt mondják, hogy minden illúzió, minden, ami történik, ez a karma, és tudjátok, valaki balesetet szenved, hát ez a karmát, semmi, és próbál megölni érzelmeket. És akkor ilyen magyarok úgy mondják ezt a szép szót, hogy bunkó. Amikor valaki jön és mondja, figyelj, fáj a fogam, hát ez a karmát, hát mit akartál? Köszi. Köszi a támogatást. Mindig is erre vártam, valaki segítsen kontrollálni az érzelmeimet. Ez az egyik, amikor igen, akkor meg kell ölni, mert a szenvedés mitől van? Hát sok traumát kaptál. Ez téged bánt? Bánt. Gyerekkel felnevelté, ott hagyta. Ez veled azt csinálta, a munkahelyen vesz. Nézd meg, az érzelmek ez rossz. Ezért ülj le, öld meg magadba minden érzelmet, semmire nem kell gondolni. És bármi, aki bárkivel történik, az karma, megérdemelte. Illúzió, ez illúzió. Ez egy hiba. Másik széle. Ahol ember csak érzelmek.
semmi tudás, semmi, csak érzelmek, és csak minden jó, és akkor embernek már leszednek róla a bőrt, minden jó, minden, próbálja utánozni a szenteket. És nem kell semmit tudni, csak fogd meg, és csak szeress, és csak szeressünk, és csak szeressünk. Miért ez is egy másik túlszéle, túloldala a másik szélének? Azért, mert amikor én tele vagyok traumákkal, nem vagyok képes szeretni. Ezért az a jó út ez az, hogy igen, kell is próbálni nem túl izgulni, mikor negatív történik. Most ezt megbeszéljünk, hogy ami már mondtam, kontrollálni egy kicsit az érzelmeket, meg kell. De nem kell megsemmisíteni minden érzelmet, hanem kell meg kell tanulni, mik a lelki pozitív érzelmek, és azokat kell kultiválni. Szóval megint nem ez a, vagy csak nem tudok semmi, és csak szeres, nem fogsz tudni, mert sérült vagy. A sérült lélek nem képes szeretni, mert szív be van zárva. A szeretet nyitott szív. Ez a lényeg. Nézzük, meddig haladtunk ma. Hát ilyen 5%-ot haladtunk. Ami nagyon jó. Pozitív érzelmek. Vannak kérdések esetleg? Tudás, ugye, meg a értelmek, igen. És mi a harmadik? Ananda? Igen. Boldogság. Boldogság, hogy ezt el tudom képzelni, hogy ezt én itt meg tudom tapasztalni, meg ez a boldogságot azt el tudom képzelni, de például, hogy ezt hogyan lehet belerakni egy hangyába például, tehát ezt a szakcsitánandát, hogy lehet belerakni egy hangyába. Nagyon jó kérdés. Köszönöm szépen, nagyon jó kérdés. Mert egy, ami rögtön mondom pozitívet neked, hogy nekem már nem volt egy kérdés neked, hogy hangyában is van lélek. Az jó, így van. Hangya ugyanúgy lélek, mint mi. Hát tudtam igazából. Nagyon jó. Igen. Igen. És mi történik, akkor most próbálok elmagyarázni. Az történik, amikor a lélek emberi testbe kerül, akkor teljes nyitást kap az érzelmekre. Boldogság, minden. Szabad akaratot kap. És amikor az ember... Szóval mi nem azért születünk, hogy költsünk a pénzüket, menjünk, dolgozunk, betegszünk meg, öregszünk meg, meghalunk, hanem amikor megvan írva, hogy tudd meg, miért születtél, mi a feladat, mert emberi testben vagy, mit kell csinálnod, nem csak éld le az életedet, mert amikor csak úgy leéled az életet, és nem is tudtál, miért születtél, akkor sajnos el fogsz veszni ezt a lehetőséget ilyen szabad életre, mint emberi test biztosít. Magyarul nem teljesítettél feladatot, miért kaptál emberi testet, akkor büntetve leszel. Például te vagy igazgató egy cégbe, ez azt jelenti, hogy jó, sok teret kaptál. És ha nem végeztél feladatot, levesznek téged. Beraknak, először lehet, hogy ilyen kisebb üzemnek a vezetőnek. Ha ott se csinálsz amit a dolgot, de meg kell kérdezni a hiteles főnöktől, hogy mi a dolgod. Nem csinálod, akkor kisebb, utána csak leszel takarító a végén. Ez azt jelenti, a te szabad akaratod teljesen le lesz csökkentve. Szóval ugyan működik így is. Hogyha emberi testhez illő feladatot nem végzek, akkor a szabad akaratom lesz korlátozva. Ez azt jelenti, hogy állati testbe kerülök. Állatnak
korlátozva van a szabad akarata, és érzelmek is. És állatok között is vannak, még lejjebb, még lejjebb, még lejjebb, még lejjebb, egy sejtő, ugye? Ott teljesen korlátozott. Még egy példát ehhez, ez a például egy állampolgárnak van joga vezetni autót, sétálni az utcán. Megvan ez a szabadság. De hogyha ő megszegi a törvényeket, akkor kezdenek szabad akaratát korlátozni neki a hatóságok. Először lehet, hogy nem is korlátozok, csak figyelmeztetnek, hogy figyelj, ez nem jó. Másodjára korlátoznak azzal, hogy pénzbírság lesz. Ez azt jelenti, hogy már kevesebb pénzzel rendelkezek, amit terveztem költeni, akkor másodjára mondjuk tudnak bezárni börtönbe valakit. Az még jobban korlátozott lesz a szabadsága, mert akkor én csak a cellán bele tudok sétálni. És még ott is nem vagyok megfelelő, akkor ilyen magánzárka, úgy szokták mondani, vagy valami, még jobban korlátozzák a szabad akaratot. Szóval a világunk így működik. És a hangya, az a lélek, aki hangya testben van, sajnos le van korlátozva, mert nem használta, amikor emberi testben volt, arra, amire kell. Magyarul, amikor nem használja a lélek arra, amire kell, akkor valamit fog csinálni. Az azt jelenti, hogy rosszat csinál. Hogyha most a tudományos, a védikus nyelven mondjuk, karmát csinál. És ezért fog kerülni egy valamilyen állati vagy hangya testbe, és ott le kell tudni ezt a karmát, mint amikor valaki bekerül 10 év szabadságvesztéssel, vagy hogy mondja, vesztéssel, akkor ott le kell tudni ezt a 10 év. Ugyanúgy, a lélek a emberi testből, amikor kerül egy valamilyen állat vagy bogár testébe, akkor azt most le kell tudni ott. És csak újra, amikor lép emberi testbe, akkor újra a szabad akarat nyitott. De mi azt is fogunk veletek beszélni, még közöttünk is más a szabad akarat. Attól függ, mennyi érzelmi traumák van. Minél több negatív érzelmeink vannak, annál korlátozottabb a szabad akarat. Például ezeket majd megnézzük, hogy hogyan alakul a jele, a hangulat, és így tovább, külső viselkedés, meg minden. De a lényeg az, akinek negatív érzelmek vannak, ő nem tud szabadon gondolkodni, mert rögtön valaki ránéz, akinek nincsen probléma, a szíve ránéz, valaki észreveszi, valaki néz, akkor mondja, ó, biztos nagyon kedves hozzám, és ilyen jó, így néz rám, ilyen pozitív. A sérültem, mit néz rám? Mit akar tőlem? Ugye? Rögtön, nincs korlátozott a szabadakarat, mert ezek az érzelmek kontrollálnak minket. Ez holnap erről beszéljünk, hogy hogyan nem mi kontrolláljuk az érzelmeket, hanem csak a lelki személyek, mint Jézus, meg vannak most is olyan személyek, akik nem érzelmek kontrollat vannak, hanem ők kontrollálják az érzelmeket. Ez holnapi téma lesz. És ezt majd meditációban majd fogtok látni minden nap, hogy fog ez minden működni. Ennyi a hangyára. Röviden volt. Még egy kérdés, hogy többször feljött ugye az agresszió, mint negatív érzelem, és hogy az a kérdés, hogy ez az agresszió lehet-e pozitív? Tehát, hogyha valakit mondjuk nekem meg kell védeni, akkor nekem agressziót kell használnom. Tehát, hogy az a kérdés, hogy az agresszió az lehet-e pozitív, lehet egy szent ember is agresszív? Tehát, hogy figyelj, ez teljesen egy negatív dolog. Áron, neked itt kell velem ülni, és együtt tartsunk előadást. Igen, lehet, kell. Például szent ember is, a férj, hogyha ő szereti a feleségét, a gyereket, és
törnek be a házba, meg akarnak erőszakolni a feleségét, meg a lányát, akkor kellene agresszív, megvédeni a családját. Mert nem, akkor bűnt követi el Istennel szembe. Igen, szóval lehet, lehet. Vagy megvédeni a szenteket. Például, hogyha akkor, a, jó, már nem, most nem akarok mondani a hibá, hogy hiba volt, de például a Jézus idejében az apostolok nyugodtan használtak volna az, hogy dühösök lettek volna, csak lehet, hogyha ez lett volna, akiket megülték volna ki, akkor terjesztette volna a üzenetet, de lehetett így is. Igen. Még emlékeztek, Jézus bement a templomba, milyen karambolást csináltad, minden szétzúzta, széttörte, és mérges volt, és agresszívan viselkedett, és dühös volt. Miért? Mert Istent védte. Mert látta, hogy ez az egész annyira elzárta már ember a templomból egy piacot csinálni, hogy annyira lezárta utat Isten fele, hogy megtapasztalják az emberek legnagyobb boldogságot, Isten iránti szeretetet, hogy ő teljesen szét ezt az akadályra nagyon dühös lett, hogy sajnálta őket. És itt kellett nagyon így viselkedni, hogy emberek kapcsoljanak meg be kis intelligenciákat. Jó? Oké? Okay. Más? Én azt szeretném kérdezni, hogy többször említettel, hogy ebben a korban mennyi trauma meg egyáltalán, hogy ezt a mai kort hány száz, hány ezer év érted, vagy mit értsünk ezzel? Oké. Teremtésről beszélünk. Teremtés, akkor hogy mondjunk, mondjuk a mi univerzumot. Úgy hívják, hogy univerzum, a szanszkritul, Brahmanda. A kinézet kívülről ilyen tojás formája egy kicsikét. Nem kör alak az univerzum. És akkor van sok univerzum, ne aggódjunk, hogy mi itt magányosak vagyunk. Végtelen sok univerzum van, egy univerzum belül végtelen sok bolygó van, és ez a sok-sok univerzum, ez úgy hívják, hogy anyagi világ. És a mi univerzumunk létezése ciklikus. Ki tudja, mit jelent a ciklikus? Körforgásos, ismétlős. És ez egy ciklus, majd szóljátok, amikor sok nektek kicsit tágabb válaszok. Szóljátok, most csak egy mondatban válaszoljál. Jó, nyugodtan szóljátok. És akkor van négy korszak, egy ciklus létezésnek az univerzumnak. Egy, akkor ezt úgy hívják, hogy szátja. A korszakot úgy hívják, hogy yuga. Kali. Igen. Szátja, utána van dva pára, vagy a treta. Treta, Yuga, Dvapara, Yuga, és Kali. Mi most vagyunk? Kali, Yuga. Itt vége lesz. Így van. Részleges pusztítás ez a neve, ez az özönvíz dolgok, az igaz, az működik. És utána újra ide. Aztán valamikor teljes pusztítás van, de ez olyan sokáig, hogy ha akarjátok, holnap számokat hozom nektek. És úgy van, hogyha nézünk a Kali Yuga, és mindegyiknek van időtartalma. Mielőtt mondom a számokat, az egész világnak a működése nem csak, hogy na, Isten megteremte, na, nézzük, ebből mi lesz.
És utána mondja, uhú, ebből mi lehet, most mi legyen, most mit csinálják, azt se tudom, mit csinálják ezzel a világgal. Nem így van. Ő tökéletesen kontrollál az egészet. Ő tudja, mi lesz, és engedi nekünk csinálni, ami lesz. De úgy mondják, hogy Isten őt teljes és tökéletes, és a világ az ő teljes és a tökéletes terv szerint működik. Ezért teljes és tökéletesen megvan adva, mennyi év, mi, hogy. Kali Yuga 432 000 évig tart. 5000 év, 123, most napra kész nem vagyok, februárban elkezdődött. Lehet mondani, hát én is ki tudok találni egy számot. Nem. Az asztrológiailag lehet látni, meg a bolygóállások, amikor váltások vannak, bolygóállással meg lehet nézni, hogy 5123. február 18, most napra kész nem vagyok, megnézi, akkor fog látni, hogy a bolygóállása is volt ilyen. És aki ért az asztrológiához, az fog látni, hogy igen, ez egy korszak, elindult. Ez azt jelenti, hogy durván 427 000 év még maradt ennek a korszaknak. Igen, és akkor a Dvapara Yuga a dupla hosszú volt. Akkor ez 864 000. Jó, ez a duplája. 864. 1 millió, ugye? Ott már 1 millió lesz. De 1 millió 600 vagy 700, mindegy. És akkor ez ennek a duplája. Csökken. Itt képzeljétek el, hogy már itt, már előző korban, 5000 év ezelőtt alig volt olyan ember, aki mikor megszületett, valami hibája volt a szervezettel. És alig volt olyan ember, akinek itt volt problémája. Most alig van, akinek nincs problémája. És valaki születik, és nincs semmi baj a szervezete. Mert degradál, mindig degradál minden. És akkor ugye mi beszéltük, hogy mi szeretet, lelkek, jóga, Isten kapcsolat, Istennel szeretet kapcsolat, a védikus írások, és minden kultúra azzal azt mondja, hogy vissza kell menni Istenhez, ugye? És minden korszakba Isten maga jön, küldi képviselőt, küldi a fiát, küldi még valakit, barátját, vagy jön, hogy visszahozzon lelkeket magához, ahol legyen ez a érzelem, szeretet, kapcsolat. Ez a Kali Yuga válasz volt. Igen, csehszlovák csapat. Azt kérdezi, hogy vajon minden egyes élőlénynek, embernek, állatnak, növénynek is van-e lelke, és minden egyes élőlénynek, embernek, állatnak, növénynek van-e karmája? Tak. Igen. Igen. Ebben a világ, ahogy csak lélek kapcsolatba kerül ezzel a világgal, rögtön karmát csinál. Ez is, hogy most nem fogok már belemenni ebbe, mert ez egy 20 fél óra lesz, hogy elmondjam, hogy hogyan történik, de abban a pillanatban ugyanúgy, mikor kezünkbe berakjunk a tűzbe, abban a pillanatban érzünk, ugye? Rögtön van egy hatás, nem kell várni.
Nem kell. Hát te már 5-10 percig már itt semmit nem érzem, ilyen füstöm, minden nem érzem. Hanem abban a pillanatban van hatás. Ugyanúgy, amikor lélek érintkezésbe jön ezzel a világgal, abban a pillanatban a hatás. Rögtön. És minden, ami lélek, vagy a minden, ami élő, organikus, növények, állatok, bogarok, egysejtűek, minden egy sejtben van egy lélek. És képzeljétek el, hány sejtből áll a mi szervezetünk. És minden mindenben van egy lélek. A sejt nem tud élni lélek nélkül. Csak mi most vagyunk a fő lelkek, és mi kaptuk ezt a testet, a többiek szolgálnak a mi testünket, hogy működjön. Oké. Okay. Szerintem ne legyen túl terhelés. Fél egy van, kis idő felé ebédre felkészülni. Mindenkinek jó étvágyat kívánunk. Este akkor zene, meditáció, szeretettel várunk, aki szeretne jönni. Reggel 6-kor itt lesz meditáció, 6-7-ig. És holnap folytatjuk. Megbeszéljük az érzelmek, hogyan minket kontrollálnak, és utána majd megyünk tovább témáról témára, és mindenki megtanul meditálni. Köszönjük szépen, Hare Krishna!